Az egyik kislányom megkérdezte tőlem, hogy mondja meg őszintén, hogy én liliputi vagyok, vagy csak egyszerűen alacsony. Az ideális nő szerintem mindenképpen okos. De alkatra 170 és 180 centi között. Cici, fenék, lapos has. Szerintem egy olyan testalkat, amiben az adott személy jól érzi magát. A saját lehetőségeiből, vagy a saját adottságaiból ki tudja hozni azt, ami neki a legeslegjobban áll. Látszik, hogy boldog úgy, ahogy van. Én semmiképpen nem vagyok ideális alkat. A ideálisabbak közé tartozom. Szerintem én nem vagyok ideális nő. Talán igen. Most már igen. Én nem vagyok ideális. Derekat azt nem sikerült úgy gyárilag kapnom. Rövid a lábam. Bemennék egy klinikára, és akkor az megoldható lenne, hogy 10 vagy 15 centivel magasabb legyek, azon elgondolkoznék. Így körbe, így a hasam körül. Nem szerettem régebben azokat a testrészeimet, amik nőiesítettek engem. Nagyon ügyesen kreáltam magamnak egy elég komoly pszichés betegséget, a anorexiát. Lehetnék egy kicsit karcsúbb, vagy hogy tokám van, ez nagyon gyakran van az én rólam készült képeken. De annyira sok ilyen negatív gondolatom volt már életemben, hogy ezekből elegem van. A saját testemmel kapcsolatban azzal vagyok megelégedve, hogy homokóra alkatom van. Vékonyabb a derekam, és kikerekedik a csípőm, ami nagyon-nagyon sok ruha jól áll. Meg vagyok elégedve a magasságommal, az alkatommal. Úgy érzem, hogy minden úgy nagyjából harmonikus. Szeretem a bőrömet. Sokan szokták azt is mondani, hogy mennyire nem látszik rajtam a korom a bőröm miatt. Büszke vagyok a gényeimre, mondhatni. Szerintem a mellem, így a felső testrészem, az igen. Azzal elégedett vagyok. Már nem kérnék semmiből sem nagyobbat, kisebbet, hosszabbat, rövidebbet. Nem gondolkozom magamról, meg a testemről se ilyen alkatrészekben. Nagyon-nagyon kevés embert ismerek, aki úgy elégedett a testével, ahogy van. Nem lehet rákenni a vékony modellekre, hogy én attól érzem rosszul magam. Nagyon sok nagyon szép barátnőm és barátom van, akik egyáltalán nem elégedettek a testükkel. Te lehetsz bármennyire dekoratív, ha emellé nem párosul egy olyan kisugárzás, amivel ezt el is tudod adni, akkor én azt úgy érzem, hogy nem számít, hogy milyenek a külsőségek. Ez az örök megfelelés szerintem. Mindig mások akarunk lenni, mindig tökéletesebbek. Aztán van, aki ezen túllép, valaki nem. Egy nő jól érzi magát a saját bőrében, és van önbizalma, akkor annál nincsen vonzóbb és szexibb egy férfi számára. Ami a fejében van, meg a kisugárzása, meg a világlátása sokkal fontosabb egy nőnek, mint hogy mondjuk hány centi, vagy kövér, vagy csovány, vagy milyennek gondolja magát. Így vagyok jó, ahogy vagyok.